Sok szeretettel köszöntöm a Pax TV nézőit. Izsák Norbert vagyok, a PTF keresztény szemletű coach és vezetőképzésének a vezetője. 5-6 percben a tudatmódosító sorozatunkban menedzsment koncepciókat, technikákat, coaching módszereket, eszközöket osztok meg a nézőkkel, veletek is. A mostani adásnak az a cím, hogy az ideális napom, és meg fogtok lepődni, az ideális napunkról fog szólni. Ez azt jelenti, hogy nagyon gyakran tapasztalhatjuk, hogy lekötnek bennünket a különböző feladatok és kötelezettségek. Néha még az az érzésünk is lehet, hogy egyfajta mókuskerékké válik az élet, reggel muszáj felkelni, vidéken megetetni az állatokat, itt a városban, nem tudom, gyorsan elkészülni azért, hogy minél hamarabb beérjünk a munkahelyünkre, vagy csináljuk azt, amit csinálni kell, amit megszoktunk, egyfajta rutin szerint éljük az életünket. Ne értsetek félre, én nagyon hiszek a rutinban, most nem erről beszélek, hanem arról, hogyha van bennünk egyfajta frusztráció amiatt, hogy hát egyáltalán a saját életemet élem, vagy mindig csak megpróbálok mások elvárásainak megfelelni, vagy adott esetben a saját elvárásaimnak való megfelelés korlátoz engem abban, hogy az ideális életemet éljem. Szóval egy ilyen beszűkült tudatállapotba kerülhetünk, és azt gondolhatjuk, hogy hát ez igen, ez az életnek a velejárója, muszáj így élni az életünket, nincs ebből most már menekvés. És egy érdekes, egyszerű kis gyakorlat az, ami talán ki tud rángatni bennünket ebből a fajta rossz rutinból, hogyha feltesszük magunknak azt a kérdést, és ezt coachingban is sokszor szokták coachok az ügyfeleiktől megkérdezni, hogy írd már le az ideális napodat. Nem is annyira egy kérdés, inkább egy kérés saját magunk felé. Milyen lenne az a napod, amikor te úgy érzed, hogy igazán boldog lennél? Milyen lenne az ideális napod, hogyha most lebontanánk az összes korlátot, mindazt, ami a te gondolkodásodat valamilyen keret közé beszorítja? És lehet, hogy egy ilyen gyakorlat elő tudja belőlünk hívni azokat az álmokat, és ahogy egy korábbi részben mondtam, ezeket az álmokat azután le tudjuk fordítani célokká, és aztán összehangolva az értékeinkkel stratégiát is kidolgozni rá. Tehát az álmainkat próbáljuk megfogalmazni egy nap keretében. Teszem azt, mondjuk eleged van már a tanulásból, naponta 16 órát tanulsz, az ideális napodon te csak 2 órát tanulnál, és mondjuk 3-4 órát valamilyen társadalmilag hasznos tevékenységgel töltenél. Mondjuk a tanultakat alkalmaznád, nem tudom, ha ápolónőnek tanultál, mondjuk betegeket gondoznál, teszem azt. És akkor másik 2-3 órában valamit a szabad levegőn töltenél. És akkor még 2-3 órában a családoddal töltenél el időt, és a kapcsolataidat ápolnád, és időben le is feküdnél, és ki is pihennéd magad. Most természetesen illúzió az, hogy minden napod ilyen tökéletes és ideális legyen. Azonban segít megtalálni a hangsúlyokat. Hogyha nekem tényleg ennyire fontosak a családi kapcsolataim, akkor tegyem valahogy prioritássá ezt az életemben. És ha nem is minden nap tudok velük 2-3 órát foglalkozni, vagy velük ennyi időt eltölteni a legtávolabbi unokatestvéreimmel is, talán hetente igen. Vagy talán 3 naponta, vagy havonta. Tehát újra bejön a fókuszba az, amit kiszorított az eddigi napi rutin. Ha teszem azt, te naponta 16 órát dolgoztál, és érzed, hogy valami nem stimmel, akkor megtervezed az ideális napodat, és nocsak az ideális napodban már csak 8 órát dolgozol, mondjuk. És 1-2 órát meg foglalkozol végre a gyerekek házi feladatával, vagy magukkal a gyerekekkel, biciklizel is egy 20-30 percet, és főzőcskézel is valamit. Tehát kezd kiderülni az, hogy van élet azon túl, mint amiben eddig benne voltál. És valószínűleg ez rólam szól, de kicsit hallom már így a kritikusoknak a szavát, de nem engedhetem meg magamnak, hogy naponta ne 16 órát dolgozzak. Biztos? Biztos, hogy nem engedheted meg magadnak? És hogyha megengedhetnéd, akkor mi lenne más? Hogyha lenne egy ideális napod, azt mivel töltenéd?
Ez segít kilépni a megszokott sémákból, a megszokott kerékvágásból, és teret ad az inspirációnak, teret ad a Szentléleknek, hogy új dolgokkal, vagy régi, talán mára már elfeledett dolgokkal töltsd meg az életedet. És én azt hiszem, hogy azt kívánom neked így a következő hétre, hogy gondold át, milyen lenne a te tökéletes napod, a te ideális napod, merjél bátran álmodozni, és hogyha megvannak az álmok, akkor ez alapján kezdjél el kitűzni olyan célokat, amik közelebb vihetnek téged egy kiegyensúlyozottabb élethez.